Elkészül! Hetedik alkalommal került megrendezésre a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetsége által szervezett úszóverseny az Újlakuszodában. Cingler Sándor, a szervezet alelnöke elmondta, mintegy 15-16 esztendeje foglalkoznak sportesemények lebonyolításával. Vannak kimondott versenyszámok, és vannak játékos sportvetélkedők is. Összesen 5 számban vannak országos döntők, bajnokságok, ide tartozik a sakk és a kártya is, azon kívül a túra, a teke, és nem utolsó sorban az úszás. Nyilvánvaló úgy gondoljuk, hogy az időskorúaknak a fizika és a szellemi karbantartásához ezek a sportos jellegű vetélkedések, és főleg erre való fölkészülések nagyban elősegítik az időskorúaknak a karbantartását. A nevezők 3 számban 50 méteres hát, mell, valamint gyorsúszásban mérkőzhettek meg. A döntőn 8 csapat indult, emellett viszont bárki csatlakozhatott a programhoz. A legidősebb úszó mintegy 80 esztendősen látogatott el a 17. kerületi Újlakuszodába, de érkeztek szépkorúak vidékről, többek között Veszprémből is. Bónusz Nyugdíjas Klubban van sportfelelős, és hirdette, hogy van, először is volt egy dunántúli verseny, azon vettünk részt, és mondta, hogy van országos is, és hogy hát az eredmények alapján érdemes lenne elindulni azon is. Amúgy pedig hát Balaton-Almádi lakos vagyok, és hát gyerekkorom óta sokat úszom a Balatonba, szeretünk úszni. Ennek megfelelően számos egyéni jó teljesítmény született, az 50 méteres távok során többen 1 perc körüli időket úsztak. A versenyzés mellett azonban sokak számára az egészségtudatos életmódra való törekvés is fontos szempont volt a nevezésnél. Én az egészségmegőrzés miatt járok uszodába. Mielőtt nyugdíjba mentem, ápolónő voltam, rehabilitációs terapeuta, és nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy mennyit lehet tenni az egészségért, és én ezt próbálom úgymond megőrizni az egészségemet. A résztvevők lényegesnek tartották, hogy nyugdíjas éveiket is aktívan töltsék, így a későbbiekben is csatlakozni szeretnének majd a szövetség rendezvényeihez. Az eseményt Rákosmente önkormányzata, valamint a Rákosmente Kft. Támogatta.